Gömöri népmese. A halatlan ember. Volt egyszer, hol nem volt egy szegény asszony, annak meg egy fia. Nem volt nekik semmi pénzük, csupán 3 krájcarjuk. Vasárnap volt, mindenki odaindult. Azt mondja a fiú az anyjának. Édesanyám, én is elmegyek a vasárba. Ugyan, mivel, fiam? Hisz tudod, hogy nincs pénzünk, sem eladni való holmink. Hát teszel a 3 krájcarral? Ugyan, fiam, ugyan, mit adnának ma azért 3 krájcarré? Ó, édesanyám, amit adnak, azt adnak, én bizony veszik rajta valamit. Hát csak ugyan elmentő a vasarba. Nézegetett mindenfelé. De bizony, semmit se látott, aminek 3 krájcar lett volna az ára. A földön volt lerakva egy zsidó. Ott kezdett bámészkodni, hogy mi mindent árul. Egyszer egy skatulákad a kezébe. Hát ez mennyibe kerül? 3 krájcar. Feleli neki a zsidó. No, ha éppen annyi, akkor én megveszem. Meg is vette, el is vitte haza. Azt mondja az anyjának. Édesanyám, vettem valamit. Ugyan mit, fiam? Kíváncsiskodott az anyja. És skatulát. Nézzük meg akkor, nincs benne valami. Félpattintja a kölyök a skatula tetejét. Ha, kiugrik belőle egy kis ember. Mit parancsolsz, édesgazdám? Elámult a szegény fiú, mikor felocsúdott, azt mondja. Teríts asztalt, valami jó ebédet teríts nekünk. Ahogy kimondta, maradt is volt előtte egy terített asztal. Igen jól laktak mind a ketten az anyjával. Aztán még csak egy másra néztek. No, most ma mit parancsoljunk? A fiú megint kinyitotta a skatula tetejét. A kis ember kiugrott. Mit parancsolsz, kedves gazdám? Hozzal ide annyi aranyat, hogy ne férjen ebbe a sarokba. Alig telt el egy-két pillanat, a sarok tele volt aranyjal. Azt mondja a fiú az anyjának. Édesanyám, menjen el a királyhoz, aztán kéressem én nekem a lányát. Ó, ugyan, fiam, ugyan. Vegye csak tele a kötényét aranyjal, aztán nem erre megy a király udvarába, mindenütt szórogassa. Úgy is volt. A vén asszony telerakta a kötényt aranyjal. Ment a királyhoz. Amerre ment, mindenütt szórta Márkostó. A sok szolga úgy kapdosta fel utána. Végül aztán beengedték a királyhoz. Mit parancsolsz, szegény asszony? Kérdezi a király. Felséges királyo, nem parancsolok én, de kérni jöttem. Azt kérném, hogy adja ide a fiamhoz a jányát feleségű. Ó, de nagy kívánságod van. Csak bámult a király. Odaadom, ha hónap reggel ugyanolyan kastély áll itt szemben, mint az enyém. A két kastély között gyümölcsfák legyenek. Rajtuk meg mindenféle szép madarak. Ha ez meg lesz, én odaadom a lányom. Hazament a szegény asszony. Mondja a fiának, mit üzent a király. Felnyitja a fiú a skatulát. Mit parancsolsz, kedves gazdám? Kérdezi a kis ember. A király palotájával szembe építs nekem egy gyönyörű kastélyt. A két palota között az utak gyümölcsfákkal legyenek szegélyezve. A fákon mi szebbnél szebb éneklő madarak legyenek. Úgy is volt. Reggel felébred a király, kinéz az ablakon, hát látja, hogy egy gyönyörű szép kastély van a palotájával szembe. Mit volt mit tenni? A király látta, hogy teljesítenie kell az ígéretét. Ment fel újra a szegény asszony a királyhoz. Ide adja a lányát, felséges király! Oda bizony, feleli a király. De előtte a legényt is szeretném látni. Kicsípekedett a fiú nagyon, úgy ment el a palotába.
A király kisasszonynak az első pillantásra megtetszett. A királynak is tetszett a vőnek való, mert derék csínos legény volt. Mégis tartotta a kők nem sokára a rettenetes nagy lagzit, utána még éldegéltek a nagy módba. A kis ember mindent kiteremtett nekik, amit csak megkívántak. Egy alkalommal elment a fiú az apósával vadászni. Beállít egyszer egy zsidó, hogy holmi ócskaságokat keresne. Mondja neki a királyné, nincs itt jó ember, semmi olyan ócska dolog. Nehogy nincs, ott van az a rossz skatula, én azt megvenném. A kasznin tartották a skatulát a legszebb szobában. Ugyan, minek is itt ez a rossz skatula? Vigyen-o! Később aztán jön haza a fiú. Kérdezi rögtön a feleségét. Hol van innen a kasznyiró az a skatula? Egy zsidó járkalt erre, mondja a felesége. Gondolta, minek nekünk az a rossz skatula? Hát eladtam neki. A fiú nagyon sopankodott, kesergette, hogy ezt meghallotta. Mondja is a feleségének. Vissza kell szerezni a skatulát, különben nagy baj lesz. Már másnap itt volt a baj. Reggel az aranyos kastély helyett egy rossz, rongyos kuckóban ébredt fel a királyné. A legény jarkalt, érdeklődött mindenfelé a zsidó után. Nagy sokára aztán sikerült is megtudnia, merre ment el. Az út egy folyónát vezetett. Elindult ő, de gondolkodott, hogy ha meg is találja a zsidót, hogy tudja tőle visszavenni a skatulát. Vitt magával egy kutyát, egy macskát, meg egy egeret. Így indult utána. Szerencsésen átkeltek a folyón. Elértek egy szép, aranyos kastélyhoz. Ahogy bementek, hát látják, hogy ott fekszik a zsidó a szobába, a skatula még ott lóg felkötve a padlásra. A zsidó mélyen aludt. Hogyan vesszük le onnan a skatulát? Kérdezte a fiú. Majd én oda megyek, felmászom, aztán lerágom, mondja az egér. Úgy is történt. Elrakta az egér a madzagot, de olyan szerencsétlenül, hogy éppen a zsidó fejére esett a skatula. Szerencsére olyan mélyen aludt, hogy még erre se ébredt fél. Csak morgolódott. A macska vállalkozott rá, hogy elhozza a zsidó fejétől a skatulát. Ki is hozta szerencsésen. Indultak is sietve vissza, mikor a folyópartra értek, a fiú megesküdtette a kutyát, a macskát, még az egeret, hogy nem bántják egymást, amíg a vízen át nem érnek. A kutya a hátára vette a macskát, az egér meg a macska hátára telepedett. A skatulát a kutya vette a szájába. Mikor a folyó közepére értek, a kutyának nagyon melege lett, nehéz volt neki a culla. Kiejtette a szájából a skatulát, ami rögtön elmerült. Hú, rettenetes nagy bánatuk lett. Úszott a kutya bánatosan kifelé a macskával meg az egérrel a hátán. Ahogy közeledtek a part felé, a macska észrevette, hogy a halak királya ott csütkérezik a parton. Amikor már közel voltak, a macska hirtelen kiugrott, lekapta fejéről a koronát. Rimánkodott a halak királya, hogy adja vissza neki a koronáját. Mi bizony addig nem adjuk vissza, amíg egy skatulát elő nem hoztok a víz alól? Felelte neki a macska a sok rimánkodásra. Összetrombította a halak királya az összes alattvalóját. Elmondta nekik, hogy mi történt. Megparancsolta nekik keményen, hogy a skatulát hozzák ide. Keresték a halak sokáig, de aztán sorba jöttek vissza a skatula nélkül. Csak nagy sokára utoljára jött egy santa, öreg hal. A szájába hozta a skatulát. Nagyon megörült a fiú, visszaadta a halak királyának a koronáját. A segítségért pedig köszönetet mondtak. Indultak hazafelé. Ahogy szerencsésen hazaértek, a fiú mindjárt felpattintotta a skatula tetejét. Kiugrott a kis ember. Mit parancsolsz, kedves kasztán? Azt parancsolom,
hogy minden úgy legyen itt, mint az előtt. Úgy is volt. Egy szempillantás alatt előttük állott a gyönyörű kastély. A fiú nagyon hálás volt az állatoknak, mert nélkülük alig ha tudta volna visszaszerezni a skatulát. Mondja is a macskának. Hát, édes cicám, hogy így visszaszerezted nekem ezt a skatulát? Nem is hajtalak én el soha téged. Ha megdögölnél, olyan temetést csináltatok neked, hogy mindenki megbámulja. Éltek ők egy darabig nagy boldogságban. Egyszer a macska huncutul nyújtózkodott a kocikban, a király kocikjában. Majd úgy tett, mintha meddöglött volna. Közben azt gondolta magában, ugyan teljesíti-e hat, amit ígért. Nézegeti a király egy ideig, majd odaszól a szolgálóknak. Halljátok-e, megdöglött-e talmar az a macska? Fogjátok meg, aztán vessétek ki a szemét dombra. Jaj, a macskának se kellett egyéb, felugrott mérgesen. Így teljesített hat az ígéretedet? Vissza csak a skatulát! Elvette a királytól. A kastélyt visszavarázsolta egy ócska kunyhónak, mert egy ilyen hálatlan ember nem is érdemel most.